Sziasztok és üdv újra itt! A mai rész témája a tömb elemeinek módosítása. Rengeteg hasznos dologról lesz majd szó, amit nap mint nap használtok majd, hogyha tömbökkel kell dolgoznotok. Az első kérdés, amire keressük a választ, hogyan módosíthatjuk a tömb egy tetszőleges elemét. Ez nagyon fontos lehet akkor, ha egy indexen szereplő elemnek az értékét akarjuk módosítani. A második kérdésünk, hogyan tüntetjük el a beágyazott tömböket. Igen, erre létezik egy egyszerű metódus, így nem kell nekünk különböző bonyolult algoritmusokat írnunk, ha egyszer ki kell simítanunk azokat a bizonyos ráncokat a tömbön. A harmadik kérdés, hogyan vágunk ki egy adott részt a tömbből. Sokszor van úgy, hogy nem kell nekünk az az egész tömb, hanem elég nekünk csak egy szelet belőle, és akkor alkalmazzuk majd ezt a metódust. A negyedik kérdés, hogyan törlünk elemet elemeket a tömbből. Vannak olyan esetek, amikor törölnünk kell a tömbből, és olyankor használjuk majd ezt a metódust, illetve ugyanazzal a metódussal, Válaszoljuk meg az ötödik kérdést is, hogyan szúrunk be a tömbbe elemet, illetve elemeket. Az utolsó kérdésünk, hogyan írjuk felül önmagával a tömböt. Őszintén megvonom, ezt a metódust még nem használtam, ECMAScript 6 jött be, és remélem lesz olyan élethelyzet, amikor ti használt veszitek majd, vagy akár én. Mint látjátok, bal oldalt meg van nyitva az app 05.js. Itt már írtam nektek pár tömb példát, és mindegyik kérdést megválaszoltam, illetve próbáltam minél több kommentet írni hozzájuk, hogy sokkal egyszerűbb legyen csak átfutni úgymond a dokumentációt akár. Na no, de vágjunk is bele, és válaszoljuk meg az első kérdésünket. Én a Playground js be fogom írni a kódomat, tegyetek ti is így, és itt ki is másolom ezt az egészet. Most, ha megnyitom az Inspect Element-t, a konszolt és itt lementem ezt a játszótér mappát, akkor kírít nekem két tömböt. Ezt a két tömböt fogjuk használni az első két kérdéshez. Az arén esztedet most egy kicsit kikommentelem, mert nincs rá szükségünk, és akkor az első kérdésünk, hogyan módosítjuk a tömbet tetszőleges elemét. Itt teszek egy konszollogot, és ide beírom azt, hogy eredmény, kettős pont, és maga az öré. Azért íratom ki az zörét mivel az elemnek a módosítása módosítja a mi tömbünket is. És akkor válaszoljuk is meg ezt az első kérdést. Leírom az örémet, kiválasztok egy tetszőleges indexet, például a 4-est. Ez annyit tesz, hogy 0, 1, 2, 3, 4, szóval a font fogom felülírni. És például a dinnye helyére tegyünk egy kivit. És most lementem, akkor már is itt a dinnye helyett kivi meg a négyes indexen. Így írom felül egy tetszőleges elemét a tömnek. Ezt ki is töröm, egy kis rendrakás, ezt itt kikommentelem, ezt itt elkommentelem, hogy ne zavarjon, és már is kiírtuk a nested a második kérdésünk, hogyan tüntetjük el a beágyazott tömböket. Itt is létrehoztam egy végső szöveggel ellátott konszologot, és ez a metódus a tömbünket nem változtatja meg. Vagyis, hogyha én meg akarom kapni az úgymond kisimított, ránctalan tömböt, akkor azt bele kell tennem egy másik változóba. Ehhez a flat függvényt használjuk, és ide megadjuk, hogy mennyire mélyen szeretnénk kisimítani azokat a bizonyos ráncokat. Ez annyit tesz, hogyha ide például nullát írok, és futtatom ezt az egészet, akkor nem történik semmi, mivel egy szintet sem mentem úgymond lejjebb, hogy kisimítsam azokat a ráncokat. Ha ide egyes írok, akkor ez a lila zárójá fog eltűnni, ha pedig kettest, akkor eltűnik a lila is, meg az a kék is. Próbáljuk ki. Először beírom az egyest, és már is hat eleme van a tömbömnek, és már csak ez a rész úgymond egy ilyen beágyazott tömb. Ha ide kettest írok, és lementem, akkor az összes, úgymond beágyazott tömb eltűnt. De mi akkor, ha én nem tudom, hogy hány ilyen beágyazott tömbön van, olyankor van egy ilyen értékünk, ami a végtelen, ami az infinity. És ezt lementem, akkor ugyanúgy eltünteti úgymond az összes ráncot. Szóval ide, ha még ezt a málnát is berakom ilyen zárójelbe, akkor úgymond a málna is eltűnik, és ha csak ide kettőt rakok, akkor nekünk lesz itt egy random egy darab elemes tömbünk. A harmadik kérdés, amire keressük a választ, hogyan vágunk ki egy adott részt a tömbből. Ehhez a slice metódust használjuk. A slice metódus ugyanúgy, mint a flat, nem módosítja a tömbünket, hanem visszatérít egy másik tömböt. Hogy is működik ez a slice metódus? Először is ennek a slice metódusnak paraméterei indexek, vagyis számtípusok. Ha a függvényünket csak egy darab számmal hívjuk meg, vagyis egy darab indexel, legyen ez például a 2, akkor ez azt jelenti, hogy ő a kettes indextől fog indulni, és visszatérít mindent egészen a tömb végéig. Nekünk itt eredményként CDE lesz. Ha több értéket adunk ennek a függvénynek, maximum 2 lehet neki, akkor ellátjuk egy kiindulási indexel, legyen újból ez a kettő, illetve azzal az indexel, ahol szeretnénk, hogy leálljon, és ameddig kimásoljon. Például legyen ez a 4. Ez annyit tesz, hogy ő elindul innen a 2 indextől, a 2 indexet is beleértve, és elmegy egészen a 4-es indexig, viszont a 4-es indexen lévő elemet már nem téríti vissza. Eredményként a CD lesz. Ennek a slice-nak adhatunk második indexként egy nagyobb számot is, mint ami itt tömbünknek a hossza. Például, ha ide azt írom be, hogy 15, ő ugyanúgy fog viselkedni, mint amikor ezt a függvényt meghívjuk csak slice egyre. re Vagyis ő nem fog visszatéríteni nekünk üres értékeket, meg hasonlókat, hanem egészen a tömb végéig fog menni. És visszatérít a B, C, D, E értékeket. Most az elméleti rész után nézzük meg gyakorlatban is, hogy működik ez a slice. A slice amúgy azt jelenti, hogy szelet, szóval a viselkedése úgymond magától értetődő, hogy ő kivág egy szeletet az illető tömbből. Viszont nem módosítja a tömböt, ezért a zöri.slice-t fogjuk kiíratni. Méghozzá, ha itt ellátjuk a négyes értékkel, és lementjük, akkor dinjem állna barackot fog visszatéríteni. Ha megnézzük az eredeti tömbünket, a négyes indextől indulva már csak a dinjem barack van. Ha itt ellátjuk egy megállási paraméterrel, például az ötössel, és lementjük, akkor csak a négyes indexen lévő elemet téríti nekünk vissza, vagyis a dinyét. Ha ide négyet rakunk, vagyis a kiindulási index és a megállási index megegyezik, akkor ő nekünk üres tömböt küld vissza, illetve ha négy helyett 14-et írunk, ami egy irreleváns nagy száma, képest, hogy mekkora tömbünk van, ugyanazt az eredményt kapjuk, mintha csak a négyes paramétert adtuk volna a mi függvényünknek. következő két kérdésünk, hogyan törlünk elemet, illetve elemeket, vagy hogyan szúrunk be a tömbbe elemet és elemeket, ezek kéz a kézben járnak, és ugyanazzal a metódussal tudjuk őket úgymond kontrollálni. És ez a metódus nem más, mint a splice. Ez a splice metódus módosítja a tömbünket, illetve a tömbünk hosszát is. Vagyis, hogyha törölni akarok a tömbből, akkor a splice csak egy darab paraméterrel hívom meg. És méghozzá ettől az indextől kezdve, beleértve magát azt az indexet is, kitöröl mindent. Ha de most a kettest írom, ez annyit tesz, hogy ő fogja innen a kettes indextől, és ezt az egészet kitörli. Vagyis visszatéríti nekünk az A, B tömböt. Viszont ennek a splice-nak, hogyha adok még egy paramétert, ami ugyancsak egy szám lehet, például a 2 és 1-et, ez azt jelenti, hogy ő ugyancsak ettől a 2-es indextől fog indulni, de nem töröl ki csak egy darab elemet, vagyis őt. És visszatéríti nekünk az A, B, D, E tömböt. És megváltozik a length, és már is csak 4 lesz. Ugyanígy fent is megváltozott a length tulajdonság, és 2 lett. Nagyjából így néz ki a törlés funkciója ennek a függvénynek. Azt mondanom se kell, hogyha ezt az Array Splice-t például 2.0-ra hívjuk meg, az azt jelenti, hogy nem töröl semmit se és ennek a függvénynek végtelen sok paramétere lehet, az első kettőnek a funkcionalitása úgymond adott, vagyis kijelölöd a kiindulási pontot, illetve hány elemet akarsz úgymond eltüntetni a tömbödből. És itt most adhatunk meg újabb elemeket, ezeket az elemeket ő már beszúrja a tömbbe. És ha én itt megadom például a k-t és az x-et, akkor nekem a végeredményem úgy fog kinézni, hogy itt eljön ebbe a pontba, ebben ez a kettes indexhez, és ide ő megfogja, és megpróbál kitörölni annyi elemet, amennyi szerepel a kettes indexen. Viszont ott nulla van, így hát nem fog kitörölni semmit. És ezután ide beszúrja nekünk a k-t és az x-et. Vagyis nekünk a tömbünk AB b, K, X, c, d, e lesz. És megváltozott a tömbünk hossza, ami 7 lett. Viszont ezzel a metódussal mi kis tudunk cserélni elemeket. A második paraméternek nem nullát adunk meg, hanem hármat, és ugyanúgy ezt a kx-et szeretnénk beszúrni, akkor mi fog történni? Eljövünk ide a kettes indexhez, három darab elemet kitörlünk, és utána beszúrjuk a k-t és az x-et, vagyis a végeredményünk abkx lesz. Így működik a splice metódus. Most ültessük át a price ról tanultakat, elméletből gyakorlatba. Ugyanúgy itt van a szokásos hételemből álló tömbünk, és ha a Splice-ba ide most beírok egy hármat, az azt jelenti, hogy hármas indextől arra fele, beleértve a hármas index is minden el fog tűnni, vagyis a citromtól arra fel a citromot is beleértve minden el fog tűnni a tömbből. Lementem, és már is alma költes szeder. Marad csak a tömbben. Ha ide hozzáadom a második paramétert, amivel azt mondom meg, hogy hány elemet szeretnék törölni, és az legyen például kettő, akkor a citrom és a dínye fog eltűnni a tömbünkből. És így is lett, alma, körte, szeder, máll, barack maradt. Viszont, mint azt mondtuk, ide hozzáadhatunk egy új elemet is, például a kivit. És most a kivit beszúrtuk a szeder és a málna közé. És lementem, és már is ott van a Kivi, a szeder és a málna közt. De itt akár egy tömböt is hozzáadhatunk, szóval a kiwi-ből én most tömböt csinálok, és lementem, akkor nekem ott egy öré egy jelenik meg, ami a kivi tömböm. És ha csak beszúrni szeretnék simán törlés nélkül, akkor ide nullát teszek, és beszúrta a szeder és a citrom közé a kivi elemet. És el is jutottunk az utolsó kérdésünkig, vagyis hogyan írjuk felül önmagával a tömböt. Elsőre ez a copy with in függvény elég furcsán hat. Szóval ő lényegében felülírja a tömbünket, de nem változtatja meg a hosszát az illető tömbnek. A copy with is három paraméterrel hívhatjuk meg maximum. Az első paraméter az, mint minden függvénynél, az a kiindulási pont. És hogy is működik ez a kiindulási pont? tételezzük fel, hogy a mi kiindulási pontunk újból a kettő lesz. És mi történik ilyenkor? Hogy írja -e ő felül magát? Nekem itt van egy ilyen túlom, amivel ki tudom ezt választani, és ki tudom másolni. És ide beillesztem. Amikor én azt mondtam neki, hogy a második indextől írt felül magad, az annyit tesz, hogy ő megfogja önmagát, úgymond maga felé rakja, elég furcsán néz ki, így tudom, ki kéne töröljem az ottani elemeket, így, mivel ő a második elemtől, úgymond kitörli önmagát, fogja ezt az egészet, vagyis önmagát, maga felé rakja, talán így a legjobb a prezentáció, így, és úgymond, mivel a hossza nem változik ennek az egész tömnek, ő lényegében önmagát, úgymond kitörli, és nekünk AB abc -n. eredményünk lesz. Nagyjából így működik ez a copy within. És talán így a legkönnyebb elmagyarázni. Most újból beillesztem ide a tömbünket, és mi történik akkor, hogyha én itt megadok egy második értéket is, vagyis indulj el a kettestől, és itt beírom azt, hogy nulla. Na most, ha ide nullát írok, akkor ugyanaz történik, mintha nem írtam volna oda semmit, mert én azt akarom, hogy a nulladik indextől induljon az, amivel felüljön magad. És természetesen, ha ide kettőt írok, akkor se történik semmi, mivel a második indextől indulva írja felül magát a második indexen. Tudom, ilyen, ilyen agybaj ez az egész. Ha ide pedig egy egyes írok, akkor az fog történni, hogy fogja ezt a bcd t leírom ide, és a kettes indextől kitörlök mindent, szóval megint kitörlöm a C-t, a D-t, az E-t, és megfogja ezt, így ahogy van, és úgymond oda viszi, és így kapunk BCD értékeket, és viszont erre az ére már nincs szükségünk. És a három darab paraméterrel látom el ezt a függvényt, nagyon őrült függvény, most egy kicsit cseréljük meg ezt a kiindulási pontot. Jó, legyen, induljunk az egyestől, és a nullától háromig írja felül magát. Ezt így gyorsabban kitörlöm, és megint itt van a kiindulási tömböm, ez annyit fog tenni, hogy az egyes indextől a 0-3-mal írja felül magát. A 0-3, vagyis csak a 3-ig megyünk el, a maga a 3-as indexen lévő elem már nem számít. Ha ide bepéztelem ezt az egészet, akkor az azt jelenti, hogy 0-3 közt kiválaszt mindent. Így a D és az E nem kell neki, illetve itt az indexeket is kitörlöm. És akkor ezt az ABC elemet az egyes indextől indulva egy kis tőlöm ezt a hármat, oda behelyettesíti. Vagyis ABC-t fog nekem oda beírni. A, B, illetve C-t. És felül felülírta önmagát egy részével. Nagyon érdekes a működése. Nézzük meg gyakorlatban, hogy néz ki ez. Durbele, vágjunk bele a közepébe. Alkalmazunk is a copy-writing egy hármas értéke. Ez annyit tesz majd, hogy a harmadik indextől indulva, a citromtól felülírja magát, szóval nekünk az lesz itt, hogy alma, körte, szeder és citrom az utolsó helyen. Le is mentem, és már is láthatjátok, hogy alma, körte, szeder, és utána újból alma, körte, szeder, citrom fog megjelenni. És itt kiválasztom a kiindulási copy részt, és például ide teszek egy a háromtól nagyobb számot, például négyest. Ez azt jelenti, hogy ő elindul a négyestől, és onnan írja magát felül. Szóval a dínyétől indul, és dinnye állna barack, dinnye állna barack, és itt elfogyott lényegében az, amit ő felül tud írni, és még maradt egy uh, hely, úgymond, és azt nem módosítja például a baraszkod. De viszont itt megadhatok egy újabb értéket, ami a négyes legyen. Nézzük, mi történik akkor, ha önmagától indul, és önmagával is ér véget. Nem történik semmi, nem módosít semmit, mivel nincs úgymond olyan része ennek a tömnek, amivel felülírhatnám. De viszont, ha ide teszek egy hatost, akkor a harmadik elemem, a citrom, a negyedik, illetve ötödik indexen lévő elemekkel, vagyis a dinnyével és a málnával lett felülírva, és az ötödik, illetve hatodik indexen lévő elem nem változott. Nagyjából ezek lennének a függvények, szerintem egyre izgalmasabbak és egyre coolabb dolgokat tudnak művelni, JavaScript szinte, meg természetesen öré műveletek szintjén is. Köszönöm, hogy itt voltál, és végignézted ezt a videót. Ha eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel, illetve ne felejts el dobni egy lájkot, like hogyha tetszett. Még egyszer köszi, én Arni voltam, és találkozunk a következő részben. Addig is hello!